Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a NU című multidéző műsorunkban, melyben bemutatjuk önöknek, hogy milyen események történtek városunkban annó 8 évvel ezelőtt. A képviselőtestület döntésének értelmében 2006. augusztus 1-től megszűnt a külső vásártéren lévő állatvásár. A testület döntését a csökkenő állatállomány következtében lévő jelentéktelen forgalom mellett az is indokolta, hogy az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő vásártér kialakítása igen magas költséggel járt volna. Az ügyben az érintett gazdák véleményére is kíváncsiak voltunk. Rögtönzött lakossági fórum helyszínévé alakult az elmúlt héten a külső vásártér, mikor interjúalanyunk dr. Varga Miklós megérkezett a megbeszélt helyszínre. Az akkor éppen állatot leadó gazdák elégedetlenségüknek és felháborodásuknak adtak hangot, attól félve, hogy nem fogják tudni az állataikat hol értékesíteni. Varga doktor elmondta, hogy nem az állatrakodási lehetőség szűnik meg, hiszen a mázsaház a szükséges átalakítások után továbbra is üzemelni fog. Megerősítette azonban azt a hírt, miszerint augusztus 1-től nem lehet állatot értékesíteni a vásártéren, mivel a terület a jelenlegi kiépítettségével nem alkalmas állatkereskedelemre. Az állatvásárok, ezek a bizonyos szombati vásárok, ezek feltételekhez vannak kötve. Amióta az uniónak tagja lettünk, ezeket a feltételeket szigorúan számon is kérik rajtunk. Ehhez az kellene, hogy ezt a vásárteret, ahol most állunk, ezt a nagy területet körbe kellene tartós kerítéssel keríteni. A vásártér bejáratához megfelelő fertőtlenítő medencét kialakítani, amin a járművek, amik a vásártérre jönnek, be tudnak jönni. A vásártér területén kialakítani olyan részt, ahol parkolhatnak az autók, viszonylag nagy területen, tehát nem ekkora területen, mint ahogy most van. Aztán a vásártérhez tartozó szociális létesítmények közé tartozna egy olyan építmény, amelyikben fűthető lehetőséggel állatorvosi szoba, a vásártér felügyelőjének, a marhalevél kezelőnek szintén egy szoba kialakítva, plusz emellé mosható, fertőtleníthető területet kialakítani, ahol gyűjtő, szennyvízgyűjtő aknába össze kellene gyűjteni vizet. Tehát, ha az állatvásárokat nézzük, meg kellett nézni azt visszamenőleg, hogy vajon hogy működik az állatvásárhajdonláson, milyen mennyiségű állat kerül vásárra hétvégenként, és érdemes-e, bejönne az a költség a fenntartónak, amivel ez kerülne, hogy ezt a vásárteret kialakítsa. Ennek alapján mi azt nyilatkoztuk, hogy az állatvásárok gyakorlatilag megszűntek. Mondhatjuk így, hogy megszűntek. Tehát szombatonként itt nagyon ritka, hogy egy-egy kis tenő esetleg néhány darab malaccal kijön a vásártérre, de az a fajta állatforgalom adásvétel, ami régebben volt, teljesen megszűnt. Sajnos, mondjuk így, hogy sajnos, hiszen a város lakosságának ez egy megélhetési forrása volt, és itt rendszeres állatkereskedelem folyt. Ez a mai napokra megszűnt, tehát úgy mondtuk, hogy ha anyagilag ezt valaki felvállalja, hogy körbekeríti, rendbe hozza, és utána semmi bevétele nem származik belőle, ám vállalja fel. Erre nyilatkozta azt az önkormányzat, illetve a kezelő, hogy így nem költ rá, nem áldoz rá pénzt, mert nem fog megtérülni. Ettől még egyszer mondom, szigorúan külön kell választani a vásártéren működő állatrakodót, aminek természetesen valamit alakítani kell rajta, leírtuk a feltételeit, hogy milyen feltételekkel javítani kell, ki kell alakítani néhány dolgot, ami ehhez tartozik az állatrakodóhoz. Itt is moshatás, fertőtlenítetés lehetőségét meg kell teremteni, egy kicsikét az épületet karbantartani, hogy itt azért egy irodaszerűség azért csak legyen, de ez jóval kisebb költség, mint magát a vásárteret alkalmassá tenni. Minden termelő számára nagyon fontos, hogy az általa termelt javakat elsősorban helyben tudja értékesíteni, így számukra fontos a vásártér léte. Nem értek vele egyet. Az a helyzet, ennek a vásártérnek saját maga fenntartsa a színába, ez nem kell körbekeríteni. Miért kell ezt körbekeríteni? Nekünk az a véleményünk erről, hogy hát lehet majd úgy is csinálni a megszüntés előtt, mint Aunard, Mezőcsát, Edelény nagyobb városokban, nem heti piacot csinálni, hanem havi kirakodás, havi válságot. Úgyhogy meg kell nézni, hogy hát ott Mezőcsáton, Aunardban, Edelényben olyan óvatagos kirakodó válságon, hogy hát több ezeren vannak. Tehát ott, aki van rá a költségvetés, abból nagy része be tudná jönni, véleményünk szerint. Hát nem tudom, hogy hát, hogy önök hogy lássa, hogy a polgármester hogy lássa, de ez biztos nem jön az állapot. De ha vették volna azt alapot, hogy hát azoknak megér ott a környezet fog összejönni, akkor aztán itt is megérte volna. Nem tartom helyes dolog, mivel hogy ugye ez országos vásártér, és valahogy inkább másképp kellene megcsinálni, mert ugye ha kihozzuk a malacot, most akkor utána hova vigyük?
vigyük Nyíregyházára vagy a piacra be. Ez itt a probléma. Úgyhogy én nem tartom helyesnek, hogy megszüntetik. Mint azt az előzőekben hallhatták, a szakembernek az a tapasztalata, hogy igen kevesen és egyre csökkenő mértékben vittek ki állatokat a vásártérre, azokat inkább a regionális vásárokra szállították el, illetve háztól értékesítették. Ezek a lehetőségek továbbra is megmaradnak. Azt gondolom, hogy nagyon sokan ezzel a lehetőséggel már élnek is, és ezért nincs állatvásár forgalom Hajdonánáson. Nagyon sokan utánfutóra teszik az állataikat, és megfelelő állatorvosi papírokkal elszállítják Nyíregyházára, Ónodra, Debrecenbe, tehát a regionális helyekre, állatvásárhelyekre, ahol az állatvásártereket kialakították. Egyrészt, másrészt, háztól nyugodtan bárki eladhatja a jószágját, tehát ha meghirdeti, és akkor a helybe megy a vásárló, ha a feltételek megvannak, az eladás feltételje, az egyedi jelölés, fülszám, állatorvosi igazolás, marhalevél, ha ezek a feltételek megvannak, és nincs zárlat alatt természetesen járványvédelmi zárlat alatt a város, akkor nyugodtan háztól is értékesítheti. Egyet nem tehet senki, hogy kimegy a városba és közterületen árulja az állatát, ezt nem engedik a jogszabályok. Az állattartási kedv is jelentős mértékben, konkrét számokkal mérhetően csökkent a városban az elmúlt évtizedben. Az a sajnálatos 92-es sertéspestis járvány, amit a városban volt, az lehetővé tett, hogy egész pontosan megszámoljuk a város sertésállományát. Akkor 45 ezer darab sertés volt ebben a városban. Hát most, ha 5 ezer van, akkor sokat mondok. Ez mondjuk változik, mert ha egy kicsikét jobb a malac ára, akkor nyilván egy kicsit többen fiasztatnak, és akkor valamennyit megugrik ez, de a 10 ezeret biztos nem ér el, 5 ezer körül, és ugyanezt tapasztalom a környező településeken is, tehát a kerületbe befutó adatok alapján Hajdúdorogon is ugyanilyen nagy mértékben csökkent a sertések száma. A szarvasmarha állomány drasztikusan csökkent, tehát a háztáji szarvasmaratartás, az a bizonyos kistermelői, 1-2 tehenes, 3-4 tehenes szarvasmaratartás, mondjuk úgy, hogy szintén tizedére csökkent ez az állatlétszám. Hát az egyéb állatfajokról, hogyha nézzük, a baromfi tartásban is a broiler tartók száma, tehát azok, akik azért viszonylag 2-3 ezer vagy 5 ezer darabot tartottak, jelentősen lecsökkent a libatartók száma is, ugye az utóbbi évek eseménynek a hatására. Tehát összefoglalva mondhatjuk, hogy az emberek részére megélhetést adó állattenyésztés gyakorlatilag töredéke, és éppen ebből kifolyólag nyilván a megélhetési lehetőség is sokkal nehezebb az itt élő embereknek. Van egy koncentrálódás, tehát farmokon, állattartó telepeken azért vannak állatok, tehát vannak itt sertésfarmok, szarvasmarhafarmok, baromfi tartó telepek is, de ugye ez nem ugyanaz, mert ez néhány ember részére ad megélhetést, nem ugyanaz, mint amikor a kistermelők tudtak maguknak tartani. A tejelő tehénről csak annyit mondanék, szintén egy gyors számadat, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt 150-200 ember hordta kettő csarnokba a tejet, most 20-30 ember hordja egy csarnokba a tejet. Talán ad némi reményt a szarvasmarhával foglalkozóknak a következő fejlesztési szándék. Nemrégen járt nálam egy úriember, aki azt mondta, hogy létre akar hozni egy felvásárlótelepet Hajdonánás határában, ahova rendszeresen húshasznú borjakat vásárolnának fel, és azt továbbítanák. Én mondtam neki, hogy nagyon örülnénk ennek, hiszen Hajdonánáson meg lenne ennek a háttere. Tehát itt a kistermelői háttér biztosítva lenne az, hogyha az emberek biztosan tudnák, hogy tudnák értékesíteni borjaikat, és jó pénzért, megfelelő áron, akkor szerintem ennek a teretnek létalapja lenne és működhetne. Ennek most folynak a tárgyalása, és én nagyon bízom benne, hogy ebből valóság lesz. Tekintettel arra is, hogy most a húspiac nagyon érdeklődik a szarvasmarha, még a sertés iránt is, tehát nagy a kereslet, a szarvasmarha kereslet, és külföldről, tehát nem a magyarországi vágóidak feldolgozók, hanem a külföldi vásárlók jelennek meg Görögországtól kezdve, Törökországon keresztül még Izrael is megjelent. Itt talán még annyi szerencséje van az országnak, hogy mi még nem tartozunk a BSE-vel fertőzött, tehát a szivacsos agyvelőgyulladással fertőzött országok közé a szarvasmaráknak, hogy ez egy betegsége, és így sokan jönnek hozzánk, például Izrael is ilyen szempontból keres bennünket, mert mentes az állomány ettől. Bár a vásártér bezárása elsődlegesen csak a termelőket érinti, azt hiszem, hogy közvetetten mégiscsak sokakat, hisz amikor az országos televíziókban a lefoglalt romlott húsok tonnáiról hallunk, nem mindegy, hogy milyen származási helyről és mi kerül az asztalunkra. Új társasházzal bővült a város központja 2006 nyarán. A Renovib 98 Kft. 20 lakásos társasházat adott át a Kossuth utcán.
2006. július 4-én került átadásra a Kossuth utcán épült új társasház. Jóna Gábor, a Renovép 98 Kft. Ügyvezető igazgatója kivitelező, és dr. Éres András polgármester mondott avatóbeszédet az új lakás- és üzlettulajdonosoknak. Jóna Gábor arról beszélt, hogy cége építette a polgári úti társasházakat is, és kivitelezési módjában, színvonalában az új épületet annak folytatásának tekinti. Természetesen a munkába tervezők, alvállalkozó gépészek és más szakemberek is bekapcsolódtak. Megköszönte a Mode 3 Kft. Toleranciáját, együttműködő partnereinek tevékenységét. Dr. Éles András polgármester a vállalkozóbarát önkormányzat beruházást támogató hozzáállását emelte ki, mind a polgári úti, mind a Kossuth utcai lakások esetében. Avató beszéde végén ünnepélyes szalagátvágásra került sor. A szalag darabjait a Hajdunánásról szóló könyvvel együtt adták át az új lakások és üzletek tulajdonosainak. Ezután az érdeklődők megtekinthették az alsó szint üzleti célra kialakított helyiségeit, melyek egy részének funkciója még bizonytalan, de lesz köztük kávéház és több irodahelyiség is. A felsőbb szintek lakásai nagyrészt még üresen állnak, hiszen az utolsó simítások még hátra vannak, de némelyikben már a helyén állnak az új berendezések, bútordarabok is. Az épületben 20 lakás és 8 üzlethelyiség került kialakításra, amelyek közül csak 3 lakás vár még gazdára. Az épület 10 hónap alatt készült el határidőre, de maga az előkészítő munka legalább annyi időt vett igénybe Jóna Gábor tájékoztatása szerint. A város rendezési tervén és építészhatósági előírásain kívül a kor új követelményeihez is igazodni kellett a tervezési és kivitelezési munkákkal. Szakítani szerettünk volna azzal itt a városban, ugye elterjedt hagyománynak is nevezhetnénk dologgal, amit a panel építkezést sugalta. Tehát egyébként sincs ma már ennek túl nagy létjogosultsága, de a mai modern technológiával, úgynevezett hagyományos szerkezetű épületek, tehát hagyományosan téglaépület építésével azok az értékek, amit általában ezek a szerkezetű házak magukban hordoznak, sokkal jobban érvényesíthetők. Úgy energiatakarékosságban, mint lakhatóságban, kényelemérzetben, komfortérzetben egyaránt. Nagy szerepe van a tervező munkának, amely úgy tűnik egy régóta gyümölcsöző kapcsolatból született. Paléti Ász Kft. Tervezte Magi Tibor vezetőtervező vezetésével. Annyit el kell mondanunk, hogy évek óta dolgozunk együtt ezzel az építészirodával, maximális elégedettséggel. Én úgy gondolom, hogy mindkét részről mi igyekszünk az ő általuk megálmodott házakat úgy megvalósítani, hogy ők megálmodták. Természetesen ezek mindig kompromisszumokat hordoznak magukban, de ez a mellékelt ábra is mutatja, hogy megéri. A kivitelező igyekezett rugalmasan alkalmazkodni a felmerülő igényekhez. Tervezési szinten a lakók, tehát a lakások tulajdonosai annyira nem vettek részt, hiszen még nem ismertük, hogy kik lesznek a lakásoknak a későbbi tulajdonosai. A üzlethelyiségek esetében ez már nem igaz, mert minden egyes üzlethelyiség úgy lett megtervezve, hogy arra a funkcióra, arra a tevékenységre, amit ott a tulajdonos majd működtetni akar, ennek megfelelően lett a tervek is, és a kivitelezés is megvalósítva. Később a kivitelezés során a már ismert lakókkal, tulajdonosokkal igyekeztünk a maximálisan elvárható együttműködést fenntartani, hát nyilván megfelelő kereteken belül és kompromisszumok árán. A lakás- és üzlettulajdonosok is a kompromisszumkészséget emelték ki, s valószínű beleszólásukkal még inkább jól érzik majd magukat új otthonukban, vagy vállalkozásuk új színhelyén. A beosztást azt mi terveztük, a Jóna Gabiék nem így tervezték, hanem mi a tervrajz alapján kicsit átvariáltuk itt a belső falakat, de minden másba beleszólhatunk, kívánságunk a csaptelepektől kezdve a csempéig bármit engedtek Gabiék, hogy mi ízlésünket tükrözze. Folyamatosan tartottuk kapcsolatot az épkivitelezővel, Jóna Gabival, és ha valamilyen igényeink voltak, nem zárkozott el semmiféle elképzelés elől. És ez menet közben is így alakult, például, hogy itt 3 üzlet van itt a családtagok részéről, és hogy mivel ez egy teret alkosson, ezt is meg tudták valósítani. És így tágabb lehetőség nyílik itt, mint vállalkozás szinten. Ha több üzlet, több nézetméter van, később, ha gondolkodik, változik az üzletmenet, vagy az igény,
ha lakosság részéről, akkor tud váltani, mert egy üzlet az sose biztos, sose stabil, az mindig változik, hogy a piac változik, az is alakulni kell utána hozzá. Örömmel veszik birtokukba új otthonaikat a tulajdonosok. A lakások alapterülete 34 négyzetmétertől 78 négyzetméterig terjed. Ők és a vállalkozó tulajdonosok az épület fekvésének előnyeit tartják kedvezőnek. Úgy néz ki, hogy a frekventálnálásnak egyik legfrekventáltabb helye, a Kossuth utca, az orvosi rendelő, sajnos akit mindenki igénybe veszi, a posta, akit mindenki igénybe vesz, vagy a piac ennek a vonatás közöttébe tartozik. Másik szó meg egy új épület is. Itt egy lehetőséget lát az ember abban, mint vállalkozó, későbbiekben ebbe vállalkozzon, és olyan tevékenységet folytasson, ami a lakosság szolgáltatására is megteszi. A lakások eladási ára 210 ezer forint négyzetméterenként. Hogyan viszonyulnak az árakhoz a tulajdonosok? Hát egy kicsit borsosnak találjuk, de hitel útján tudunk mi is hozzájutni, mint bármelyik fiatal, meg a szocport mi is megigényeltük. De nagyon szeretjük volna, mert központban van, jó helyen van, úgyhogy ez nagyon sokat jelent. Végül is már így utólag azt mondom, hogy igen, éri az árát, tehát színvonalát tekintve szerintem mindenképpen megelégedettséggel vagyunk itt mindannyian. Az természetes, az mindig a vevőnek mindig sok az eladónak, mindig kevés, de az a vevő, aki sokalja, mert aki nem sokalja, az nem is vevő. Hát magas-magas, de tudva levőleg, hogy minden magas már, minden árak, hát... De valahogy csak kibékültünk a végén vele is, mert tulajdonosokká váltunk. Mert ha nagyon magas lett volna, akkor nem lettünk volna tulajdonosok. A tulajdonosok tehát elégedettek az elvégzett munkával. Maximálisan. Szerintem nagyon szép munkát végzett Jóna Gábor, úgyhogy minden elismerésem. Folyamatosan az ember figyelemmel követtük, mikor ezt építkezés zajlott, és láttam, hogy nem amatőrök végezték itt rajta munkát, profik csinálták, elég színvonalasan meg van csinálva az épület. Mi se csináltuk volna jobban, úgy látom. A lakók izgalommal készülnek beköltözni szép otthonaikba. A Kossuth utca burkolatmunkálatainak elvégzésével már a környezet is méltó módon emelheti ki Hajdunánás központjának új épületét, s valamennyien igénybe vehetjük üzlethelyiségeinek szolgáltatásait. A fogyatékkal élők hétköznapi életük során jelentős mértékben segítségre szorulnak. A segítségnyújtásnak számos módja van, amellyel kiki saját lehetősége szerint meg is próbál élni. Ezeknek egyik formájaként 2006 nyarán városunk biztosított egy egésznapos kirándulási lehetőséget a fogyatékkal élők és segítőik számára. A mozgáskorlátozottak és szellemi fogyatékkal élők helyzetét Magyarországon egyesületek, szervezetek segítik. Az egyik ilyen szervezet az Értelmi Fogyatékkal Élők és Segítőik Országos Szövetsége, melynek Hajdú-Bihar megyei egyesülete egy kirándulás kapcsán városunkba hozta az ország minden részéről érkező tagjait. Ez egy üdülés, országos szinten hirdettük meg, június 26-tól július 1-ig ezen a héten tart, és különböző helyekre megyünk el csoportosan. Tegnap Hajdúszoboszlón voltunk, a fürdőbe voltunk, és nagyon sokan vannak, akik csak hallottak Hajdúszoboszlóról, vagy Hajdunánásról nem is hallottak. Most elhoztuk őket ide, és nézzék meg, és látszik az embereknek a tekintetén, hogy hálásak, nagyon hálásak ezért a mai napért. Két autóbusszal jöttünk, és elvittek bennünket a tájházhoz, elvittek Mari néni iparművésznek a szalmából készített ajándéktárgyainak a megtekintéséhez, majd a Strutz farmra is elmentünk, hát ezek a gyerekek nem is láttak Strutzot így élőben, még én sem ilyen közelről, és nagyon jól esett, amikor ott elsorolták, hogy a Strutz hogy tolja a tojást, hogy a hím ilyen gödröt ás neki, és abba tolja bele a tojást, úgyhogy ezt meg is jegyezték ezek a gyerekek, és az ország minden részébe rettenetesen nagy élménnyel fognak hazamenni, és ez a fürdő csodálatos. Csodálatos város, Hajdunánás, és sok évvel ezelőtt polgármester úrnak írtam egy levelet, és segítséget kértem tőle, és kaptam is segítséget dr. Éles András polgármestertől, és azt tudom mondani, hogy Hajdú-Bihar megyébe nincsen
egy másik ilyen polgármester, aki a fogyatékos emberekkel úgy együtt tud érezni, hogy nem tesz különbséget, hogy te fogyatékos vagy, én meg nem vagyok fogyatékos. És én ezért rettenetesen tudom őt tisztelni, és minden évben segít bennünket. És most is a mai napot azt neki köszönhetjük, és boldogok vagyunk. A fogyatékkal élők helyzetét mindenki másképp látja. A társadalmi érzékenység talán még nem kellő figyelmet fordít a kérdésre, ám a szervezetek sok energiát fordítanak az esélyegyenlőségre. Kihasználják őket, és elmondhatom, hogy vannak célszervezetek, akik megkapják azt a jogot, hogy 2008-ig a perspektívájukat át tudják alakítani, de ők is azon vannak, hogy a fogyatékkal rendelkezőket. Kezdik úgy, hogy aki kizáró gondnokság alatt van, elbocsátják, és nem is beszélik meg sem a gyámmal, sem a szülővel, hanem egyszerűen küldenek egy levelet, így a kézműipari vállalat is, hogy közös megegyezéssel megszünteti a munkaviszonyt. De viszont ezek az emberek kenyérgonddal küszködnek, és akik családban élnek, hát a családnak olyan tagjai, mint a többiek, akik keresnek, azoknak viszont tenni is kell valamit az asztalra, mert családban élnek. És most, hogyha ők nem dolgoznak, én attól félek, hogy aki rokkantjáradékot kap, nem kap nyugdíjat, hogy azt is meg tudják szüntetni egy tolvonással, hogy még azt sem fogják megkapni. Úgyhogy én nagyon nagy aggodalommal vagyok a fogyatékosokért. A programok között az ebéd előtt az Egyesület elnökasszonya megköszönte Éles Andrásnak a vendéglátást, melyre a polgármester úr válaszolt. Én azt gondolom, hogy az embernek van egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy tud szeretni. És hittel és meggyőződéssel vallom, hogy ez a legfontosabb erő, ami összetartja az embereket, és ez a szeretet kell, hogy áthassa épp intellektusú és sérült embereknek a akaratát, a szándékát és a gondolkodását. Az Egyesület feladatának tekinti, hogy segítse a fogyatékkal élők elhelyezkedését, valamint számukra jogi tanácsadást is biztosít. Emellett mind a fogyatékosok, mind családtagjaik lelki stabilitásához is nagyban hozzájárul. ...2006 nyarán harmadik alkalommal rendezte meg művészeti táborát a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola. A táborban a gyerekek megismerkedhettek különböző népi mesterségekkel, és kiránduláson vehettek részt a városon belül és kívül is. Az itt szerzett élményekből és ismeretekből készíthették el a táborban az alkotásaikat. A nyári szünet ugyan már elkezdődött, a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola falai mögött azonban június 26-a és július 7-e között továbbra is lázas munka folyt. Ezen időpontban rendezte meg ugyanis az iskola a művészeti táborát az érdeklődő gyerekeknek, melynek egyszerre több célja is volt. Egyrészt szinte természetesen adódik abból, hogy az iskolánknak a alapvető feladatai mellett a művészeti oktatásban komolyabb hangsúlyai vannak, és úgy gondoljuk, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni, tanítani, kipróbálni a tanév során, de vannak olyanok, amelyekre a tanév, a tanítási óra és a délutáni időszakok nem alkalmasak. Éppen ezért ez a két hét, amíg ez az alkotótábor tart, ez a folyamatosságában, hogy 10 napon keresztül itt vannak, illetve hogy egy napon belül is reggeltől délután 3-ig együtt vannak, így ugye lelkileg is ráhangolódik a munkára, és ott tudja folytatni, ahol éppen abba hagyta, és a saját tempójába tudja folytatni, és akkor tudja abba hagyni, amikor ő szeretné. És ez egy alkotó munkánál nagyon fontos kérdés. Tehát ez az egyik, ez egy szakmai kérdés. A másik, hogy a nyári szünetben a gyerekek, én úgy gondolom, egy bizonyos részük nem tudja igazán értelmesen elfoglalni magát. És úgy gondolom, hogyha itt olyan programokat nyújtunk, amiben ő lekötve érzi magát, és érdekes és izgalmas, mind a mellett valamilyen alkotásra serkentjük, akkor a legjobb képességeit tudja mozgósítani, és azáltal, hogy értelmesen tölti el az időt, a személyisége is tud fejlődni. Tehát komoly fejlesztéseket lehet végrehajtani. Gyereke válogatja, hogy kinél miért, hiszen az adottságok is befolyásolják ezt a dolgot. Tehát szakmailag tanítani, nevelni lehet bizonyos dolgokra, de a személyiséget is lehet formálni az együttlétben, illetve magunknak a programoknak az alakításában.
A szervezők igyekeztek úgy összeállítani a programokat, hogy azok egy-egy témakörét csoportosuljanak és kapcsolódjanak az iskola névadójának emlékéhez. Az elmúlt években jártak már Sárospatakon, megnézték a Vajai várat, a Túr István divizi malmot, Tarpát és környékét, idén pedig a Diósgyőri várba látogattak el. Elmentünk Diósgyőrbe, és megnéztük a papírgyárat, a gyerekek kipróbálhatták a papír merítését, tehát azt a folyamatot, hogy abból a masszából hogy lesz papír, hogy lehet vízjelet beletenni, a préseléstől kezdve mindent megnéztek, hát nagyon élvezték, hiszen ez is kapcsolódik egy kicsit a táborhoz, hiszen a papírra dolgozunk, és láthatták, hogy hagyományos kézi munkával hogyan lehet ezt megcsinálni. Ez volt az egyik része, a másik pedig hát a vár. Ugye, az mint építészeti emlék is egy csodálatos dolog, de vannak ott kiállítások, panoptikumok, hát ugye a panoptikum a gyereknek mindig nagyon izgalmas, hogy a figurák történelmi szituációban jelennek meg, és ugye azt ők ott megfigyelték, nyilván nagy élmény lehetett számukra, de biztos, hogy maga a kirándulás is az volt, hiszen megjelennek a munkáikban mindaz, amit ott láttak, ugye vázlatokat készítettek, meg most már ugye a fényképezés korában a telefonnal készül a fénykép, és onnan idéződik fel, hogy mit lát. Tehát a vár is egy csodálatos élmény volt. Tehát ez a vonal, amiről most beszélek, ez mindig elutazást jelent. Busszal kirándulunk valahova, és élmény gyűjtünk. A másik vonal helyben, tehát a város kulturális értékeinek és hagyományainak a megismerése, az azzal való foglalkozás, esetleg kipróbálása. Két végletpontot szeretnék ebből említeni. Az egyik, voltunk egy öreg Kovács mesternél, akinél megnézhettük azt, hogy hogyan patkolják a lovat. Hát ugye manapság ilyet nem minden nap lehet látni. Ugye ez a régi mesterség. Vagy jöttek néhányan a nyugdíjas klub tagjai, akik megmutatták azt, hogy a szalmából a kalap fonalát hogy kell megkötni, hogy kell kis figurát csinálni, hogy kell a csutkaízikből kisökröt és szekeret csinálni hozzá, vagy hogy kell hímezni, ugye ez mindig a múlt hagyománya, még mindig. A másik végpont pedig két ilyen esemény, az egyik, amikor a helyi televízió stúdiójában megnéztük azt, hogy ez a modern technika, a számítógép hogyan rögzíti a képet, és hogy lehet ebből tévéadást csinálni, illetve az iskola számítástechnika termében a látott képek alapján, vagy élmények alapján a gyerekek a számítástechnika eszközeivel dolgozzák fel az élményeiket. A résztvevők sokféle művészeti technikával ismerkedtek meg, a hagyományos eszközöktől kezdve, a modern alkalmazásokig, mint a számítógépes grafika. A hagyományos, értékes képzőművészeti technikákat ismerjék meg, tehát a grafikát, a tollrajzot, a krétarajzot, a festéket és a többit is tudják használni. Érezzék meg, hogy milyen csodálatos dolog az üvegfestékkel az üvegablak mintáit elkészíteni. Tehát tulajdonképpen a program és a munkánk arra fűződik fel, hogy legyen klasszikus művészeti ismeretátadás és annak az alkalmazása, legyen hagyományőrzés és régi technikáknak a megismerése, és ugyanakkor tekintsünk előre, lássuk azt, hogy a jövő milyen képzőművészeti lehetőséget tartogat. A gyerekek egyre korábban kerülnek kapcsolatba a számítógépek virtuális világával, mely számtalan lehetőséget rejt magában a modern művészet terén is. Ennek megfelelően az iskola is halad a korral, és beépítette tantervébe a számítógépes oktatást. Idén újdonságként jelent meg a tábor programjában a számítógépes fakultáció. Ezeket a számítógépes foglalkozásokat a táborban szerzett kirándulások során átélt élmények alapján próbáljuk megszervezni. A többi módszerhez hasonlóan próbálnak a gyerekek itt is dolgozni, különféle munkákat készíteni, csak éppen a módszerben van egy kis változatosság. A napjainknak a technikai vívmányainak köszönhetően próbáljuk ezeket kihasználni és kicsit megszerettetni a gyerekekkel, és ha van rá lehetőségünk, akkor minél több szép munkát szeretnénk kiállítani majd. A kisebb korosztály az egy nagyon egyszerű rajzoló programot használ, ami szinte minden számítógépen megtalálható, ez a Paint nevezető program. A nagyobbak pedig a Corel cégnek egy Photopain nevű programját használja. Az egyik technika, melyet a táborban alkalmaztak, az üvegfestés volt. Látványossága miatt igen nagy népszerűségnek örvendett kicsik és nagyok körében egyaránt. Az üvegfestés az egy olyan technika, amit a gyerekek ebben a táborban nagyon-nagyon szeretnek. Igazában egy ilyen műanyaglapra készítjük el, és nem üvegre, mert ez biztonságosabb azért.
próbáljuk az eredeti üvegfestésnek a technikáját követni olyan formában, hogy az ólom helyett, az ólomkeretek helyett fekete filccel megrajzoljuk a formákat. Ez különösen azért is előnyös, mert hogyha már kész kis tervvel jönnek a gyerekek ebbe a terembe, akkor már a körvonalakat, hogyha megrajzoljuk, utána már csak a színeket kell bepótolniuk. Nagyon szeretik, mert ez roppant látványos. A legkisebbektől kezdve egészen a felsősökig mindenki szívesen foglalkozik vele, mert annyi szép színt tudnak használni, és saját elképzelésük szerint, hogy a készkép látványban nagyon mutatós és nagyon szép. A gyerekek kérdéseinkre elmondták, hogy mely technikát szerették a legjobban alkalmazni, és válaszaikat meg is indokolták. Van, aki a tustintát részesített előnyben. Mert aprólékos munka, nem lehet kapkodni benne, és nincsen hamar kész, hanem sokáig kell csinálni. Ahogy most dolgozok tussal, igazgató bácsival, ez nekem egy kihívás valójában. Mert érdekes, és olyan valóságnak tűnik. Van igazinak, mintha egy művész csinálta volna. Az üvegfestés is nagy sikert aratott. Amikor Tubossal megrajzoltuk a rajzokat, azért, mert könnyen meg lehet csinálni, meg nekem tetszik is, hogy amikor átrajzolom ilyen feketével, akkor az nekem szép. Azért jó az üvegfestés, mert sok szín van benne, meg kirakják az ablak, hogy más is látsa, meg sok minden. A kirándulások helyszínei közül szintén akadt kedvenc. A kedvencem a Diósgyőri várban való látogatás volt. A Diósgyőri vár, ahol a panoptikum volt a legszebb és a legjobb. Mikor elmentünk Nyíregyházára, a Sóstói Falu Múzeumba, azért, mert megnézhettem, hogy milyenek voltak a régi boltok, milyen volt a régi iskola, a templom, meg a régi házak. A szabadalkotáson kívül mást is nyújtott a résztvevőknek a tábor. Barátokat is szereztem, megtanultam egy kicsit jobban rajzolni, úgy technikákkal ismerkedtem meg. Megismerkedtünk a tusztintával, pasztelkrétával, zsírkrétával, vízfestékkel, színes ceruzával, akvarellel, színkrétával. Sok érdekes dolgot, és megtanultam szépen vezetni a ceruzát és a tussal való dolgozást. A tábor sikeréhez hozzájárult az az önzetlen anyagi és szellemi segítség, amellyel támogatták létrejöttét. Örömünkre szolgál, hogy ebben az évben már 80 fölött van a gyerekek részvétele, ez nyilván a lakosságának a figyelmét és a gyerekek érdeklődését is igazolja, na de ez még kevés lenne ahhoz, hogy ezt a programot meg tudjuk szervezni, nyilván ennek anyagi vonzata is van, és nagyon örülök annak, hogy sokan ide figyelnek és támogatják, hát mindenek előtt nyilván az önkormányzat, a rendezvény koordináló bizottság anyagilag is támogatta, és a vállalkozók között is sokan vannak, akik busz szállítással vagy a gazdálkodásuk megtekintésével segítettek abba, hogy gyerekek látossanak, a Struc Kft. Vagy a Nyakép Kft. Vagy éppen az Épszol Kft., aki közreműködött ebben, de nagyon hálások vagyunk a nyugdíjas klub tagjainak, Molnár Mártonnak, aki a kovácsolást mutatta be nekünk, illetve hát a művelődési ház dolgozóinak, akik segítették, hogy a tájházba is szétnézzenek a gyerekek. A tábor utolsó napja az elkészült munkák értékelésével zárult, ahol a gyerekek megismerhették egymás műveit. Érdekes, hogy ugyanabból az élményanyagból sem született két egyforma alkotás, amiből látszik, hogy mennyire különbözik az, hogy kit, mi ragad meg az alkotó munka folyamán. Ettől lesz igazán színes az egész. És ki tudja, talán ezen alkotások közül valamelyik éppen a jövő egy leendő nagy művészének egyik legelső munkája. Thank you.
Bocskai Korona. Hajdúnánás önálló utalványa és fizetőeszköze. A város és a közösség fejlődéséért. A felhasználóknak kézzelfogható kedvezményt nyújt az elfogadó helyeken. Az elfogadó helyeknek biztos kereseti oldalt jelent. Helyben tartja a tőkét, így erősíti Hajdúnánás gazdaságát. Bocskai Korona. Városunk értéke, közösségünk ereje. www.bocskaikorona.hu. Történt egyszer, nem is olyan régen. A szép hajdúság északi csücskében élt egy város szorgos népe. Az emberek eleinte észre sem vették a változást, csak rohantak napi teendőik után. Nem kell hozzá a bölcsek köve, csak a józan paraszti ész. Nánási Portéka, a nánási termelők piacán. Átalakuló, formálódó társadalmunk minden területén igyekeznek az érintett szervezetek, intézmények illeszkedni ahhoz a nagy struktúrához, amit Európai Uniónak hívunk. Ebből az integrációs folyamatból nem maradhatnak ki a közgyűjtemények és a könyvtárak sem. Erről szólt az a tanácskozás, amelyet 2006. június végén rendeztek meg a hajdúdorogi Mészáros Károly Városi Könyvtár és a Hajdú-Bihar megyei Európai Információs Pont szervezésében Hajdúdorogon a kívül-belül megújult városi könyvtárban. Mit tehetnek a több célú kistérségi társulások a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők korszerű könyvtári ellátása érdekében? Sommásan így fogalmazható meg annak a szakmai tanácskozásnak a lényege, amelyet a szomszédos Hajdúdorog könyvtárában tartottak június utolsó hetében. A tanácskozáson Szalai Gáborné, a Győr-Moson-Sopron megyei könyvtár osztályvezetője tájékoztatott arról, hogy térségükben számtalan olyan kis település van, ahol nem működik nyilvános könyvtár, mert a települések önkormányzata nem tudja működtetni őket, de találhatunk ilyen kis településeket megyénkben is, főként a bihari részeken, vagy éppen a szomszédos Balmazújvárosi térségben. Az Unió könyvtár támogatási politikája különösen preferálja az esélyegyenlőség megteremtését a régiókban és a kistérségekben. Hajdú-Biharban jelenleg még gyerekcipőben jár a társulások ezirányú tevékenysége, bár kétségtelen pozitívum, hogy egyáltalán a célok között helyet kapott a könyvtári ellátás kérdésköre. Mindenképpen szükséges, hiszen a törvény lehetőséget ad rá, hogy a több célú kistérségi társulások elláthatják a könyvtári feladatellát és mozgó könyvtár ellátási formában, ami nem csak könyvtárbusz, bibliobusz jelent, hanem a helyszínre szállított könyvek, megyéb dokumentumok adását is. A lehetőség eddig a településeknek a saját forrásokon kívül az érdekeltségnövő támogatás volt, amit pályázat útján tudott mindaz a könyvtár, aki rajta volt a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Az új rendelkezés, aki kistérségi társulásokról szól, ez viszont azt feltételezi, hogy a könyvtárak nincsenek rajta a nyilvános könyvtárak jegyzékén, nem önálló könyvtárak, általában szakfolyamon működtetett könyvtárak, és hát nyilvánvalóan ez kormányzati cél, hogy minél kevesebb önálló könyvtár, minél kevesebb összeggel és minél jelentősebb fejlesztéssel jöjjenek létre. Tehát ez most a több célú kistérségi társulásokon belül valósulhat meg. De ugyanakkor évekkel ezelőtt más volt a politika, a minisztérium politikája, és akkor arra törekedtünk, hogy a nyilvános könyvtárok zöme, és nálunk ez majdnem 100%-os, csak ott nem kerültek fel a nyilvános könyv, ahol nem volt nyilvános könyv, tehát ez Hortobágy település és a Bocskai kert, de a többiek mind rajta vannak, hiszen ez volt a közös érdekünk a önkormányzatoknak és nekünk a szakmai módszertani központnak is, hogy hozzájussanak ezek a könyvtárak ezen az úton, módon a fejezeti támogatásokhoz. Most új feladatként kerül ez felszínre, hogy hogyan tudunk ugye előre haladni
haladni, és komoly könyvtári fejlesztéseket tervezni. Ennek csak ez az egy útja, módja van jelenleg, hogy kistérségi társulások a mozgó könyvtári feladatellátást fölveszik, létrehozzák ennek a szolgáltató központját, amit mi nagyon szeretnénk magunkra vállalni, hiszen a megyei könyvtár egy jelentős ellátórendszert működtet könyvtárellátási szolgáltató rendszerként, dokumentumok és információk helyszíne juttatásával 27 településsel. Tehát mindenképpen keressük, és most ez a tanácskozás is erről szólt, hogy a városi könyvtárak hogyan tudják ugyanúgy bekapcsolni saját magukat, hogyan tudjanak új feladatokban segítséget kapni, hiszen egy városi könyvtár önmagában ezt nem tudja megoldani, hiszen erre nincs sem anyagi, sem személyi működési körülménye, hogy egy ilyen jelentős feladat ellátását, plusz feladat ellátását vállalja. Tehát mindenképpen ez a járható és azt hiszem megkerülhetetlen út, hogy igényelni kell ezeket a kistérségi normatívákat, és a városi könyvtáraknak is kell szerepet vállalniuk ebben a feladat ellátásban. Bár a mi kistérségünkben még csak a közelmúltban alakult meg a több célú társulás, és igazából ebben az első körben nem nagyon rúghatunk labdába a fentebb vázolt okok miatt, azonban a cél mindenféleképpen az lehet a könyvtári ellátás területén, mint amit a dorogiak is megvalósítottak, igaz, hosszú évek során. Minden pályázatot kihasználtunk. Pályáztuk ugye az internetes hozzáférést már a Soros Alapítványtól. Az 70, vagyis 98 óta van a városban. Utána megpályáztuk a informatikai központtól, onnan megnyertük a 6 gépet. Jelenleg 10 gépünk van, a 6 gép változatlanul az olvasót szolgálja. Most köztudott, hogy a felsőoktatás átszervezése és a Neptun rendszer bevezetése miatt sok fiatal azért is megkeveresi az intézményt. Ezen kívül szkennerünk, fénymásolunk, rendezvényeket szervezünk, szabadidős tevékenységet, kézműves foglalkozást szervezünk nyári időben a gyerekeknek. S ha majd az uniós támogatásokra már a városi könyvtárak is pályázhatnak, akkor talán nem kell olyan hosszú időt kiböjtölniük a kisebb városokban élőknek sem, mint ahogy ezt tették a hajdúdorogiak. Hosszú évek küzdelme volt, mire ez a könyvtár ilyen szépé kialakult, hisz a könyvtár épülete mellett egy húsbolt volt, amiben az áfész működött, és annak áthelyezésével sikerült beüteni a könyvtár épületét. Igaz, hogy egy évig üresen állt a volt húsbolt helye, mert nem voltak meg a megfelelő források ahhoz, hogy megvalósítsuk az épület kialakítását, könyvtárrá való átalakítását, és hát meg kell mondjuk nagyon őszintén azt is, hogy a kormányzat támogatásai között sem élvez mai napig sem, és akkor sem élvezett prioritást a könyvtárak bővítése. Ennek ellenére mégis többször neki szaladtunk pályázattal a területfejlesztési tanácsnak, mert mi mindenképpen ezt szerettük volna, és végül sikerült egy olyan 15 millió forint, ha jól emlékszem, körüli összeget nyerni a területfejlesztési tanácstól, amivel a belső tér kialakítását, bővítését megoldhattuk, illetve a homlokzati nyilázárok cseréjét sikerült megvalósítani. Ehhez szintén kellett egy másik 15 millió forint körüli saját erő, hogy az önkormányzat saját forrásaiból fedezett, illetve a könyvtár dolgozó is nagyon nagy igyekezettel, szorgalommal kezelték a bővítés kérdését, és ők is külön pályáztak a Nemzeti Kulturális Örökségi Minisztériumba a belső berendezés bővítésére, amire szintén nyertek 3 millió forintot, és ebből a belseje kialakult, így elértük azt, hogy az elmúlt évben, tehát 2005 tavaszára, nyarára ez a belső könyvtártér, amit itt láthatunk, kialakult. A tanácskozás sok hasznos információval szolgált, és sok elgondolkodtató kérdést is fölvetett, de azt gondoljuk, a könyvtáros társadalom eddig is maximálisan alkalmazkodott a szinte néhány évenként változó szabályzókhoz, és ezután sem lesz ez másként. A lovasport szerelmesei örülhettek, hogy a Hajdunánási Lovasklub tagjai 2006-ban is megrendezték a lovas és fogadhajtó versenyt. A szervezés és az összefogás eredményeként egy nagyon színvonalas versenyen vehettek részt az érdeklődők.
Július nyitó programja az immár másodszor megrendezett amatőr, lovas és fogadhajtó verseny sok érdeklődőt vonzott a Martinek lovasfanra. A gazdag programot kínáló egésznapos rendezvényt Olá Miklós alpolgármester úr nyitotta meg, aki felidézte, hogyan is szerveződött az a csapat, amely felvállalta a lovasport megszerettetését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves lovasbarátaim! Úgy gondolom, nagy nap ez a mai Hajdunánásváros lószerető közönségének és a lovasport barátainak. A rendszerváltás után néhány évvel találkozott egy lovasportot kedvelő fiatalember, egy olyan öreg úr, aki mindig is lótartó volt, és találkozott egy cégvezető, és akkor elhatározták, hogy valamit kellene kezdeni, jó lenne, ha a hagyomány újra feléledne, és ebből a városban a lovak száma és a lovak szerető emberek száma jelentősen megnőne. Sport, esemény és rendezvény lenne a ló és a lovasport körül. Az amatőr versenyen sorrendben az egyes fogatok, a lovasok és a kettes fogatok mérték össze tudásukat a 20 akadályt tartalmazó pályán. A verseny megkezdése előtt mindannyian felvonultak. A felvonulók között volt Hegyes Ferenc hajtó 5-ös fogatával. A helyezések sorrendjét az döntötte el, ki mennyi idő alatt és hány hibával, illetve hiba nélkül teljesíti a pályát. Az egyes fogatok versenyében 8-an indultak. Az első helyezett a hajdúdorogi Fehérvári János, a második Nagy Antal, a harmadik a 7 éves Pálóci Dávid lett, aki ugyan hibátlanul hajtott, de a 3 perc 35 század másodperces idő a bronz helyet jelentette számára. A póniáról, a lovaglásról beszélgettünk vele. Szamócának hívják. 4,5 éves. Indián tarka. Dávid az apukájától tanult meg lovagolni, és vele készült a versenyre is. Ilyen versenyek előtt szoktunk gyakran, nagyon gyakran lovagolni. A Hortobágyon a német és a magyar vendégek komoly összegeket fizetnek azért, hogy csikós bemutatót láthassanak. Nekünk nem kellett elmennünk odáig, hiszen 5 csikós, hortobágyi ruhában, kéking, nadrág, fekete mellén csikós kalap mutatták be, mi mindenre lehet megtanítani a lovat. Akik értenek a lovagláshoz, tudják, hogy nem egyszerű felülni a lóra, ha a hátán prics nyereg van. Ez azt jelenti, hogy az a fajta nyereg nincs hevederre rögzítve. A csikósok leültették, majd lefektették a lovakat. A fektetés a régi időkre nyúlik vissza, mikor a lovas betyárnak el kellett bújnia az idegen szemek elől. A pusztán, erdő híján a magas füvet kellett így módon kihasználni. A lovakat arra is meg kellett tanítani, hogy ne ijedjenek meg a karikás hangjától. Az egyes versenyszámok között a szervezők 6-12 éves gyerekek számára először csirke, majd kecske, és végül malacfogó versenyt rendeztek, amit nem csak a gyerekek élveztek. Az állatok megilletődve, a meglepettségtől gyakran lebénulva várták a rohamot. A legügyesebbek a megfogott zsákmányt hazavihették. Az egyes fogatok versenye után pályaátépítés következett, hogy 14 lovas összemérhesse tudását az akadálypályán. Az első és második helyezett között 800 másodperc döntött, hiszen Fekete István és Kovács István is hibátlanul lovagoltak. A harmadik hely Dobos Józsefé lett, aki egy hibával 2 perc 51 század másodperc alatt teljesítette a feladatot. A lovas akadályversenyt ön nyerte. Mit kell ehhez tudni, ami különösen ilyen nagyon nagy ügyességet igényel? Szeretnék a lovat mindenféleképpen. Tehát ez a legfontosabb, hogy tisztelni szeretne a lovat. És hogyan készül egy ilyen versenyre? Hát megmondom őszintén, nekem ez végeredményben valamilyen szinten az életem is, mert én jószágtartással foglalkozok, tehát lovaim vannak. A mindennapokhoz hozzátartozik nekem ez a lovazás. És egy ilyen verseny felkészülése igényel-e valamilyen plusz feladatot a lovakkal? Igen, persze. Hát ugye karban tartani őket, lepucolni, szelszámot rendbe tenni, hát valahogy nézzünk el, hogyha megjelenik valahol. Tehát egy kicsit áldozni kell rá minden anyagilag is, meg az időből is. Tehát erre szánni kell az időből. És milyen eredményei szoktak egyébként lenni versenyeken? Hát
második helyzet voltam, még attól jobb helyzetem volt, de úgy általában középmezőnybe szoktam lenni. Ebédidő táján fenséges illatok szálltak a levegőben. Marha, birka, sertés, tárkonyos gombás marharagú, babgulyás szerepelt az étlapon. A hihetetlen mennyiségű finomság pillanatok alatt elfogyott, dicsérve ezzel a szakácsokat. Az amatőrök mellett a Lovas Klub ifjúsági versenyzői, Zsuga Zsanett és ifjabb Martinet Miklós a díjugrató bemutatón megmutatták, hogyan térül meg az a sok-sok munka, amit a lovak trenírozására fordítanak. A beavatottak tudták, hogy a nap legizgalmasabb része a kettes fogatok versenye lesz. A 10 induló között nagy volt a küzdelem, itt is szoros eredmények születtek. Az első helyen Szilágyi Imre, a másodikon Hegyes Ferenc, a harmadikon Kovács Imre végzett. Nem a saját lovaimat hajtom, Asztalos István a ló tulajdonosai, a Rigó és a Bogár, 4 éves heréltek. Hát alapszinten ilyen amatőr versenyeken már indultam vele, de ez az 5. versenyem, úgyhogy sajnos még nem olyan jó vagyok felkészülve se én, sem pedig a lovaim, úgyhogy még egy kicsit ilyen pancsálhajtást végzünk. Az egyes és kettes fogatok hajtása különböző technikát igényel. Ugye egy lovat bárki elhajt, de két ló még véletlenül is úgy mozog, mint egy. Szóval két ló két fele megyen. Nagyon össze kell őket szokatni, és hát elég nagy munkaigényt igényel. A versenyre való felkészülést hosszas előkészületi munka előzi meg, de ebben az esetben megtérült a befektetés. Ez hetes feladatokba kerül, nem csak egy órába vagy egy percbe, mert ezek napokat, heteket vesznek tőlünk igénybe. Lovaknak a felkészítése, futószárazása, úgyhogy ez elég komoly feladat, főleg számunkra. Megfigyelhettük, hogy minden fogaton ül egy segédhajtó, akinek összetett feladata van. A segédhajtónak annyi szerepe is van, hogy a fogathajtó az tévedhet. A segédhajtó azért segédhajtó, hogy korrigálja a kocsit, ha véletlen dől, borul, vagy csúszik a fara, meg ha véletlen a fogathajtó pályát téveszt. Akkor segített, hát nem kiabálva, hogy a zsűri ne hallja, hogy megmutogatni, hanem csak úgy óvatosan mondja, hogy hát jobbra-balra, vagy ha tudja. A lovasok bemutatták ügyességüket is. A versenyek után játék következett, ezúttal felnőtteknek. A székfoglaló játék ugyanazon az elven alapszik, mint a mókusok ki a házból gyerekjáték. A vízhordásnál pedig arra kellett figyelni, hogy a pohárban az akadályok megkerülése után minél gyorsabban visszaérkezve, minél több víz maradjon. A székfoglaló Zsuga Zsanett, a vízhordást Martinet Miklós nyerte. A záróprogram a legbátrabbak számára a síkvágta volt, akik a vizes füvön is vállalkoztak a feladatra. Egy ilyen nagyszabású, sokrétű rendezvény nagyon sok munkát igényel. Többek között erről is kérdeztük a főszervezőt. Az a szerencse ért a Lovas Klubot, hogy felfejlesztettük a klubtagságot, egy olyan 40 fős a Hajdonosi Lovas Klub tagsága most, és hát a klubtagok nagyon sokat segítenek a szervezésbe. Pályaépítés és a egyéb megszervezés a ebédtől, az alapanyagok, az akadályok, mindenféle téren sokat tudnak segíteni. Míg az előző években, amikor csak díjugarató versenyeket rendeztünk, akkor sokkal több feladat jutott ránk a vezetőségre. A pályaépítés nagyon nehéz feladat, hiszen nem csak a díjugratáshoz, hanem az akadálylovagláshoz is igazodni kell. Tekintve azt, hogy ez egy amatőr verseny, itt azért nem kell olyan szigorú szabályokat szem előtt tartani. Attól független próbálunk törekedni arra, hogy hasonlítson egy-egy hivatalos versenyhez a mi kis amatőr versenyünk. És ennek alapján állítjuk össze az akadályt, a feladatokat. A rendezvény célja és sikere igen egyszerűen és egyértelműen megfogalmazható. A lovasport népszerűsítése, ami a cél, ennyi amatőr embert a városból, nem csak a városból, hanem hajdudorogi klubtagjaink is vannak. Láttuk az indulók közt is több dorogi volt, egész jól szerepeltek. Volt meghívott vendégünk is, de túlnyomó rész hajdunási amatőr versenyzők indultak, amint az látszott is a mezőnyön. Van néhány olyan fogathajtó, aki hivatalos versenyeken is indul. Én úgy látom, hogy jól sikerült, meg van elégedve mindenki. A idő az
egy kicsit várhatott volna ez a eső, a végére kaptunk egy kis gyönge esőt, de attól független úgy tűnik, hogy jó zajlott. A Hajdunánási Lovasklub tagjai igazán büszkék lehetnek magukra, hiszen nagyon jól sikerült rendezvényt tudhatnak maguk mögött. Ennyi fért mai multidéző műsorunkba. Új összeállítással jövő hét csütörtökön jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!